Nagyon-nagyon nagyot ment a zenekar egy év alatt, túl nagyot is talán. Mikor babám megláttalak, szeretlek. Míg vesz minket körül a világban, és mi pedig ehhez képest egy nagyon szép kis burokban élünk. Cool story, bro. Az elmúlt időszaka az igazi felnövés volt, és az, hogy az életet úgy szemléljük, ahogy mondjuk egy bölcsebb ember már elkezdi szemlélni, hogy tényleg nem ilyen gyermekdet, hanem látjuk kívülről magunkat, meg mindent, ami körülvesz minket, és ez jó, nagyon ijesztő. Egyrészt tök furcsa, hogy nagyon fiatal a zenekar, és bejött egy harmadik személy a közönség. Szia, Krista! Nagyon boldog karácsonyt kívánunk neked, sok-sok boldogságot, puszi, szia! Minden levélre válaszolunk, mindig beszélgetünk velük, koncertek után már ismerjük egymást névről, vagy tudjuk, hogy kinek kicsodálja ki. Nagyon-nagyon a csúcson vagyunk, meg nagyon fent vagyunk, sok a fény, sok a koncert, a jó élmény, és közben pedig a buszban így ülepednek a rossz dolgok. Most jön meg a második lemezünk, és erre már a Kristóf is, meg én is írtam dalokat, és Brodival ugyanúgy együtt dolgoztunk, meg Huber Szabival, ahogy eddig, és ez egy ilyen tök nagy utazás volt. Annak ellenére, hogy nagyon boldogok vagyunk egyébként, meg hogy tényleg most nagyon-nagyon nagyot ment a zenekar egy év alatt, túl nagyot is talán. Elég sok volt a lassú ötlet és a szomorú dal az elején. A mostani album sokkal letisztultabb, mi is letisztultabbak vagyunk, jobban tudjuk, hogy mit szeretnénk. Hogy ott is legyen kiállás? Nem, hanem hogy ott is úgy jöjjetek be, ahogy az első, mert font is ott egy pajzán szó van. De ezzel kezdjük? Tudom, csak közben meg olyan szép. Belénk égeti a vágy, és a vágy nem megint. Hát ez csak igen, egy hang, de akkor igen. Csak ilyen csapatba, egy ilyen csapatmunkába tudod megtapasztalni, hogy te milyen személyiség vagy igazából. Hogy ez lesz az utolsó, nem a visszatapsadott. Hogy akkor lehetne az ilyen teátrálisabb, hogy a végét akkor megcsináljuk, hogy csak. Gyártjuk el! Hál' Isten elintézték, hogy legyen egy hintám, amire majd a visszataps után ráülhetek. Tudjuk, hogy lent van a helyünk, a sorban már elvegyülünk, a sorban már elvegyülünk. Ez nagyon király! Fél perc, Bálint, mire lejön. Én felteszem a kezemet, és vagy valamit jelzek, és akkor azt te is látod, és akkor úgy jelzünk. Mindig szokták mondani, az akváriumban dolgozok, hogy mi nagyon-nagyon fürgék és szolgálmasak vagyunk, mert általában nagyon-nagyon hamar ide érünk. Jaj, de király! De hogy lesz itt a helynek, hogy biztos, hogy ide tudják? Hát két biztonsági őrrel elvileg ide jövünk. Innen fogok majd visszamenni a színpadra. És ezt a pulcsit meg tegnap kaptam a Márktól. A tervezőnktől, aki nagyon-nagyon szép ruhákat csinált, majd nem sokára őt is bemutatom. És szakaranyos. You used to call me on my iPhone. Igazából én tudom, hogy Viki mi az, amit így szeret, meg hogy így mi az, amit így jónak gondolok, hogy színpadon hogy mutatna. A profi körülmények. Igen. Nagyon szemben esik rám. Nem a legjobb, de... De volt már, hogy autóbuszba, turnébuszba sminkeltem el. Szeretek mindenkit, basszunk oda! Kivett a legjobb! Két, hát, ma hízzük el! Nagyon sokat gyakoroltuk ezt, hogy milyen a színpadi lét, hogy oda azért egy vehemens léttel kell felmenni, hogy igenis forr a vérem, és meg akarom mutatni, és itt forradalom lesz, és itt megmutatjuk a színpadon, hogy mi az igazság szerintünk. Yeah.
Köszönjük szépen! Jól vagytok? Minden rendben? Cool story, bro.